költő szíve választottja iránti hódolat állt a trubadúr líra középpontjában. A lovagi költészet állandó témája a szerelem, hiszen Valentin nap közeledik, mi másról is beszélgethetnénk. Az énekmondók szerzeményeikkel szórakoztatták a közönséget, most ennek történetének, illetve hazai vonatkozásainak járunk utána vendégeinkkel. Dr. Kusper Judit irodalomtörténésszel, az Eszterházy Károly Egyetem intézet igazgatójával, illetve Lázár Attila zenésszel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönjük szépen! Jó estét kívánok, köszönjük a meghívást! Itt vannak velünk. Mielőtt akkor belecsapnánk a húrokba, akkor beszéljünk arról, hogy kik voltak a trubadúrok. Az előbb hallhattuk, hogy szerelemről van szó természetesen, de nem mindegy, hogy milyen szerelemről. Így van. Ezt neveztük udvari szerelemnek. Ezek a trubadúrok nagyon régen, a 11.-12. században éltek Dél-Franciaországban. És nagyon érdekes már az is, hogy honnan kapták a nevüket. Feltételezhetően ez a truvére igéből származik, tehát kitalálnak valamit, rálelnek valamire, ami újdonság. Ez a költészetben azt jelentette, hogy nem már bevett témákat dolgoznak föl, hanem saját témáikat dolgozzák föl, a saját érzéseiket, és hát ez az érzés egy imádott iránt érzett, és hát lássuk be, többnyire viszonzatlan szerelem volt. A trubadúrnak volt egy szerelme, egy asszony, egy donna, sok esetben éppen egy földesúrnak, vagy egy uralkodónak, vagy egy nemes embernek a felesége, akihez reménytelen szerelem fűzte, és ez a reménytelen szerelem volt az, ami őt megtanította valamire, ami lovagi erény volt. Ez volt a türelem, az önmegtartóztatás. És valahogy így fonódik össze a lovagi költészettel egyáltalán a trubadúr líra, hogy egy olyan új eszményt kell elsajátítania, ami az ő épülését is szolgálja. És az asszony, az magasan fölötte áll. És az asszony, aki elérhetetlen, ő fogja majd megvilágosítani őt. Ő juttatja el erre a csodálatos útra, és ez nem az, amit nagyon sok kortárs művelt zsonglőröknek nevezték egyébként azokat a költőket, akik hát pajzán versekben, úgynevezett latordúdolókban, majd Magyarországon nevezik így, szóltak a szerelemről. Az a nem tiszta szerelem volt, és ez a tiszta szerelem volt. És hát a trubadúrok, ugye, nyilván kicsit átkötök Attilára is, hangszerrel kísérték saját magukat, illetve a szerzeményeiket. Így van. A líra elképzelhetetlen zene nélkül. Hiszen a 18-19. századig. Akkor most Attilát szeretném megkérni, mert majd látják a kedves nézők, nagyon-nagyon sok hangszerrel érkezett közénk, hogy néhány mondatban beszéljünk ezekről a hangszerekről, és aztán a későbbiekben természetesen meg is fogjuk szólaltatni egy némelyiket. Például ez a hosszú, nekem enyhen, hát trombitának tűnő hangszer, ez például micsoda? Azonnal, már is azonnal, csak olyan szép szavakat hallottam, hogy ezt muszáj kiegészítsem ezzel a általam egyedüli trubatúr hajnalénekkel, hogy ezt megengedik, akkor pár verszakban ezt elénekelem, és utána rátérek. Jó, legyen ez. Mert ne távolodjunk el a gondolattól, nagyon... Ez egy különleges hangszer, Attila, ugye? Igen, ez egy érdekes hangszer, ameddig nem szólaltatom meg, akkor addig mindent el lehet képzelni. Tulajdonképpen ez egy lantestű gitár. Érdekes a szó, hogy gitár, és hogy ötvözték, hát így ötvözték, és a készítő mester ide még a tulajdonos fejét belefaragta esetleg, vagy a készítő saját képmását, ez csak azért, hogy ezért van ide nagyjából ide előkészítve, hogy látszódjon. És ugye megszólaltatom, és rögtön teljes, echte gitár hangzása van. Bécsben készült 1895-ben, tehát több mint 125 éves hangszert tartok itt a kezemben.
szól a kakas már, majd megvirrad már. Ha az Isten néked rendelt, tiéd leszek már. Várj, madár, várj, de csak mindig várj. Zöld erdőben, csík mezőben sétál egy madár. Szól a kakas már, majd megvirrad már. Ha az Isten nékem rendelt, enyém leszel már. Hú, köszönjük szépen. Még van egy-két verszaka, de igen. Ez muszáj volt, megszólhatatom. Muszáj visszatérnem most egy kicsit. Judit, mennyire kötött forma ez a trubadúr ének, vagy ez a líra? Nagyon érdekes, hogy a kötött formáról beszélhetünk, viszont a legtöbb esetben maga a dallam határozza meg ezeket a formákat. Balassi is például, meg a francia trubadúrok is úgy írták szövegeiket, hogy az valamilyen dallamhoz illeszkedjen. Tehát nagyon-nagyon népszerű vándordallamok voltak a korban, ugye itt ma irodalomból ezt strófa szerkezetként tanuljuk meg általában, de ezek nem olyan bonyolultak, mint leírva látni. Most is hallhattuk, hogy a zene mennyit hozzátesz egy szöveghez, mennyire máshogy hangzik egy vers, amit mi versként ismerünk, hiszen a dallam az egészen más dimenzióba helyezi, és talán ezért is fontos megint csak azt említenünk, hogy ez valami éteri, valami ideális költészetnek a terméke volt, és itt ugye előkerültek olyan szép szimbólumok, mint a kakas, a hajnal, amikor el kell búcsúzni az imádottól, mert a napvilág meglátja őket. Mert ezért hívták ezeket hajnali dalnak, ugye? Voltak az albák, a hajnali dalok. A hajnal egy közkedvelt metaforája, képe a költészetüknek, de nagyon sok madármotívum jelenik meg, a fülemüle, csalogány, fecske, a fecske a távolságot jelenti, távol vagyunk attól a hölgytől, akit imádunk. A virágmotívumok gyönyörűek mind, a rózsa, az imádott nő, és nagyon sokszor fehér rózsa, vagy fehér lilium, mivel tiszta. És még egy motívumot hadd emeljek ki, ami talán a legkomplexebb az egészben, a szem, a tekintet. Ahogyan az imádott hölgy egy pillantással jutalmazza a hős lovagot, aki neki énekel. Ugye Balassinál is találunk ilyen sorokat, hogy rám tekint, rám mosolyog, és ez az én fizetségem. Akár egy hónapig elé volt egy tekintet. Mert hogy ezen a tekinteten keresztül a fény árad arra a lovagra, és a fényben minden benne van, amire ő vágyakozik. És annyira érdekes, hogy éppen a gótikus építészet, vagy éppen a korabeli egyházkultúra is ezt a fény motívumot beemelte nagyon sok alkotásába, hiszen gondoljanak csak bele, a katedrálisok ekkor válnak nyitottá, megjelennek a színes ablakok, megjelennek a rózsa ablakok, ami szintén egy női motívum, és a nőn keresztül árad a fény mindenkire. Akkor mondhatjuk, hogy ennek a költészetnek, a trubadúr költészetnek, vagy lírának azért nagyon nagy hatása volt a későbbiekben, ugye? Így van. Meghatározó hatás. Így van. Azt hiszem mondhatjuk, hogy napjainkig meghatározza a szerelmi költészetet, a fennkölt lírát is, de tulajdonképpen az egész szerelmi szimbólumrendszerünket. És talán Balassi volt ugye Magyarországon az első sorban, igen, mondhatjuk ezt. Ez egy érdekes jelenség, hiszen jó 400 évvel később alkotott ő, mint a francia trubadúrok. Ehhez azt hiszem nem kell semmiféle késettséget hozzátennünk, nem erről van szó a korban. Egy egészen más típusú kultúra és társadalom volt a magyar kultúra és társadalom. Nálunk nem voltak nagyvárosok, nem voltak, lovakirályunk ugyan volt, de a lovagi kultúra kevésbé épült be a hétköznapi kultúrába. Ugye nálunk majd a végvárak fogják betölteni ezt a szerepet, ahol éppen Balassi is felnő.
És egy olyan jellegű lovagi költészetet hozott ő létre, ami lehet, hogy Európában már az utolsó kiemelkedő trubadúr költő szerepét fogja rárúni, de a mi szempontunkból ez rendkívül fontos, hiszen ahogyan említették, itt ő teremti meg azt a költészeti nyelvet, azt a szerelmi nyelvet, amit majd a magyar költészet is tovább visz. Hát bizonyára mindannyian ismerik a Júlia verseit, aki ugye csak elmosolyodik azon, hogy a költő őt imádja, és térdet fejet neki hajtott, vagy éppen ugye a Célia versek, ahol valószínűleg már találunk okot arra, hogy hajnalban sietnie kelljen és figyelnie a kakas szóra, vagy a fülemüle szavára, tehát mindenféle szinten megjelenik nála is ez a gyönyörűen kidolgozott trubadúr képi világ. Attila, igen. Alasi. Két dal következik, de figyelek, hát bocsánat. Nem, szerettük volna kérni. A lelkemből tetszett szólni, ez így van, hogy ugye Balassi Bálint két költeményét szólaltatnám meg, a Csák Borbála nevére, és Ó nagy kerek kígig, ből egy párat, nem is tudom, hogy is legyen. Az első, természetesen, ahogy tetszett mondani, ez így volt annak idején, hogy meghatározott dallamra írták a verseket, illetve megíródott a vers, ezt már nem tudom, csak az, hogy mikor megszületett a vers, akkor hát akkor hogy adjam elő? Megbeszélték Tinódival, de nem ez vicc, hanem az, hogy adják elő zeneileg, megvolt a versszakszám, és akkor kerestek dallamot. Csák Borbála nevére, CH-val, az nótája, az Lukrécia nótája. Kész. Meg van határozva, nincs kecmec. Lukrécia nótájára most meg fogják hallani. Alcíme. Adortáci barbaricsaki, in quendam juvenem ut in prissimum amorem rediret. Csáki Borbála buzdítása egy bizonyos ifjúhoz, hogy térjen vissza a régi szerelmére. Hát nagyon szerette a lányokat. És hogy tetszett mondani, hát bizony szólt a kakas, mert a másik szobában bizony néha a férj is ott volt. De hát erről ennyit, mert most szép dallamok következnek. Azért én szerelmem és gyönyörűségem, miért hagyál el engemet? Hogy vigasztaltatnám én nagy bánatimban, látván szép személyedet. Ó, te fényes napom, mire nem terjeheztel, én felém is fényedet. Az én szívemnek is, ki nagy szerelemben hozzád régen felgyúlott. Tüzét meg nem oltja se bú, sem nyavahaja, sem egyébféle bánat. Ha szerelmemért szinte megülsz is engem, de ugyan el nem hathat. Én szerelmemnek, mert akkor lészen vége, mikor a folyóvizek visszafolyók lesznek, s mindenfelé hegyek árkokká lönni kezdnek. Kik hogy meglegyenek, te magad is jól tudod, hogy lehetetlenek.
gyönyörűségem, mert minden reménységem, nekem csak benned vagyom. Mi óka nem tudom, hogy mint éjjel-nappal szívem téged gondoljon. Tégedet óhajtson, te felőled szóljon, és csak tégedet várjon. Hát ez lett volna az a szép vers, amit milyen szerencsés volt a Borbála. Itt kiemelnék egy költői képet, hiszen ahol lehet, mindenhol ugye a közönségnek ezt felhívom a figyelmét, hogy mennyire, és ez pont most illik ide ez alkalommalra, hogy mennyire szerette Bálint, milyen nagy volt a szerelme, hát ez esetben Borbála iránt. Azt írja. És milyen egyszerűen. Én szerelmemnek, mert akkor lészen vége, mikor a folyóvizek visszafolyok.